Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! A www.g2a.com weboldalon rengeteg játékkal találkozhattok, a képernyőn is észre lehet venni, hogy nagyon sok mindenre kedvezmény van, nem csak játékokat, hanem például konzolt is lehet itt vásárolni, a linket megtaláljátok a leírásban. A felvételt kell nézni. Na kezdjük akkor innen. Üdv, maga kicsoda! Maga meg kicsoda! Nem soká kérdezik, miben segítsek Tímár barátom? Hú, chat, ez a fater? Megmentünk, kinyírom. Ja, a Mutko tényleg a lövöldözéssel zárult, tényleg! Ki ez? Ja, tényleg ez a fenyegetős. Én egy informátor vagyok, információt gyűjtök vele, és hát rólad is van egy-kettő. Jó. Jó napot kívánok! Ön elvileg Tímár Mihály a rendőrségtől. Ha ez így van, akkor lenne önnek egy szerintem hasznos információ vagy kis pénzért. Mégpedig az, hogy hol van a gárdistáknak a helye és a bázisa. Mondjuk ez érdekel. És még vannak infóim is. Persze azokat is pénzért fog adni, ha kellni fogok. Mennyit érne ez az info önnek? Szép napot. Itt van a városban. Hunor nem tudom mit csinál mostanába. De te hazudtál, rendőr vagy a rendőrség, elmondták, hazudtál nekem. A helyet, hogy segítséget kérted volna, mint egy rendes barát. Szevasz Mihály. Kiraktuk a rendőrségről, holnap beszéltünk el. Hát Hunor nem volt sokáig rendőr. Nincs te Lumici. De itt van. Mi mondod? Már majdnem eldobtam. Kiraktuk a rendőrről, holnap beszélnünk kell. Szia. Rendben. Hello, hello, Kovásznáról? Köszönöm az erdei nézőknek. Bakker. Szia, Tímár Mihály, lenne neki számára információ Jézusékról. Tudom, mi van a széfjében, hátul minden. Szia, be tudlak vinni a bunkerbe holnap, reméljük nem lesznek sok. Na hát ez jó, ha bemennénk a bunkerbe. Ajánlj be az őrs, mert ez miatt sem az egészet. Nagyon tudnék segíteni az őrs és te munkádon. Ha érdekel az egész, akkor hívd Misikén, beviszlek ahová gondolod. Szóval hol, hívj holnap és akkor megcsináljuk. Előlegbe, hogy bíz benne, múltkor lett egy frakiuk. Aminek a neve Mennyei Brigád. Én újonc vagyok, de van két alléder. Alléderek a véres úr... a véres úrka... Ja, az a mexikói, meg a móbíboros a líder, azaz a Jézus. Adni tudok a zöldekhez telószámot. És még az oroszokról is van infóm ezen kívül. Ezeket személyesen átadom holnap, addig is kellemes pihenés. Na, csel, tehát itt már beindultak az események, amíg nem volt Tímár Misi. Köszi Dani, ballagásra gyűjtünk. Köszi, köszi. Szép napot. Itt van a városban. Jó, szóval csel, az újonnan érkezőknek mondom, alliderek leszünk a rendőrségen holnap után, úgyhogy ma ezt le kell zárni, és valahogy a faterra közölni, hogy mi a rendőrséget választjuk, és most összekapjuk a rendőrséget. Jó, érthető, ugye? Ez kicsoda. Azt a... Ja, hogy hívják? Gyömbér, ugye? Gyömbér. Elárultál a pörkölt kávésokat, a beépülésemet, de nem tudok rád haragudni. Tudod miért? Mert valójában nem szerettem volna jelentkezni. Találkozni kéne, mert valaki felfogadott, hogy jöjjenek meg. És igent mondtam. De nem foglak levadászni. Nem, mert te még jó leszel nekem. Találkozunk, mert ha nem, megöldek. Nem én, ők. Nem tudok most lenni Zsolt, ezt le kell zárni. Na, hát itt vitatkozott magával a gyömbérre egy kicsit. Hello, rendben. Ez kezd érdekes lenni. Kezd érdekes lenni. Na, ez kicsoda. He, gyere már, értem. Hát leszállt két olyan repülőm, apád pedig azt ígérte, de megint kamuzott. Ez kicsoda. Maga meg kicsoda. Kívánok. Miben tudok segíteni? Semmi applikáción töltöm ki éppen a jelentkezési lapot, ki is töltöttem, csak véletlenül, nem tudom ki az én applikációs nevemről, kilépett a fejben a 4M a Hungary-ről, és most újra ki kell töltsem a jelentkezési lapot, mert nem a rendőr, hanem az alapot. Értem. Úgyhogy... Jó, akkor sok sikert. Hát meg lesz az simán, csak fogadják el, tehát hogy legyenek fönn most éppen. Csibiákok. Pedig ilyen van,
Jó van. Jó, nehéz akkor amúgy? Siker. Ön rendőr? Én nem vagyok rendőr. Dehogy vagyok, hol én rendőr? Hát nézzen rám! Üzletember vagyok, ingatlan be, angyal befektető. Jó, de akkor hogy van fent a szerve? Már olyan furcsa volt, hogy ki tudta nyitani az ajtót, meg ilyenek. Ja, persze, a felmondási papírokat írtam, a lássuk úgy Persze. Ja, akkor nem éri meg rendőrnek jönni? De nagyon jó a rendőr, nagyon jó. Szerintem várják ön sok szeretettel. Szüksége van a rendőrségnek az erősítésre, jó? Uh-huh. Jó, hát megpróbálom, hát ha összejön. Jó, rendben van. Aztán hogy hívják magát? Engem Kalapos Róbert. Kalapos Robikám, akkor igyekezz és tölts ki a lapot. Jó, rendben, további szép napot, viszlát. Na, jóban jönnek a rendőrségek, de ezt nem tudom, hogy akkor hogy van? Vagy följött a szerverre és közben lépett ki Discordról? Vagy én ezt nem nagyon értem. Most, de jó van. Hello, hello. Jó napot, rendőr úr. Uram, nem eladó az autó? Dehogy eladó! Hát, mennyit adna érte? Mennyit kérne? 20 millió. Hallottak, mert nem áll valami jól. 20 millió. 20 milliója magáé. 20 millióért? Hát többet ér amúgy. Legalább egy 200-at amúgy. Ja. 200-at? 200 millió. Így van. Így van. Mit képzel magáról? Mi az a 200 millió az autó? 200 millió? 200 millió? Még örülj, hogy nem több! Hallok érte 20-at? Hát nem, 20 nem eladó. 50? Nem eladó, ne haragudjon. Feléből mennyit engedett? Nem eladó, uram. Maga rendőr, elnézést? Ő nem. Maga nem rendőr? Hát oda van írva, polícia! Maffia vezér vagyok. Maga egy maffia vezér. Igen. Benne van. Anya, ehhez mit szólsz, hogy ilyen emberek mászkálnak itt a városban? Nagyon kedves itt az úriember. Kedve? Persze, megbeszéltük, hogy elvette egy tőled zsebkész, mert csúlya dolgokat csinálta az interneten. Mennem kell. Hé, én is vagyok. Csak itt nagyon forgalom. Fiam. Igen? Várjam, hogy a GPS-be egy helyet, menjünk már oda, mert apám mondta, hogy nézzük meg mindenképp, hogyha ide kérlek a városba, mert aztán csinált egy plázát. Csinált egy plázát? Már megint építkezik? Igen, megint nagyon azt mondta, hogy nagyon építkezik. Ez egy folytáma, és hogy csináltak a városnak egy plázát. Hát erre nagyon kíváncsi vagyok. De utána találkozunk van valakivel, jó? De a fotelra találkozunk van majd a folyamán, vagy nem? Hát nem tudom, valószínűleg lesz itt a városban. De mióta nem láttátok egymást? Hát... Van is 40 éve. Az jó, megüregetti anya. Az igen. Na ez meg mit akar? Hát, amit van itt a városban mindenki. Itt, ja. Jön, itt megöttünk. Szórakozik ez így. Pláza chat, nézzük. Jó napot! Jó napot, uram, emlékszik rá? Nem tud normálisan közlekedni? Uram, meg csak egy versenyt szeretnék benne. Mibe? Versenyt! Versenyt, mert az volt ragadt, hát rögtön ott hagyom! Na, jó, rendben, na háromra indulunk! Egy, kettő, három! Viszlát! Ezt a plázát, te jó ég! Te jó ég! Ah, jó, ő nyerte a versenyt. Chat, itt lett egy pláza. Ez komoly. Jó kávézást, jó kávézást. Na igen, nehéz az élet, de fel a fejjel. Sziasztok, szia Dávid! Ez nagyon durva, ez normális ez a fater? Itt mossa tisztára a pénzt, ez 100%. Ilyet? Nagyon komoly lett. Chat. Ez durva. Nem bírjuk a mappolást. Nem bírja a gépem a mappolást.
bírja a gépem a markolást. A lépcsőzést. Te jó ége! Igen, Niki. Jó lett. Szép. Ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Van itt minden, mint a búcsúba. Előadó terem. Ez igen. Hello, hello, sziasztok. Ez igen, Pedi ezt csinálta. Creepy a zene, igen, egy kicsit ijesztő amúgy tényleg. Ez igen. Öltöző, minden van itt, mint a búcsúba, anya. Nem akarsz valami másik ruhát felhúzni, mert amúgy kicsit büdös vagy, már nem azért. Kicsit, mint a kakiszagot éreznék. Az nem lehet. Nem. Biztos nem. Jó, rendben. Igen, amúgy apád adott egy ilyet. Mit? Ezt a normális, hogy a kamerák fölvesztek mindent, tehát te báj! Az meg mi? Honnan kaptad? Vagy mi adott neked ilyet? A reptéren a podgyászom. Hát ahogy szép. Megérkezett, akkor kaptam, hogy... Mint hát, dobozva. És akkor a lőszer is van hozzá? Van. Jó. Van, persze. Oké, de ne nagyon használt, hát itt lecsuknak rögtön. Nem otthon vagy. De? Figyelj, vigyáznom kell rád. Tudom, hogy rosszat csináltál nekem, de mégis az anyukám vagy. Jó, van önnem, oké. Azt hittem, hogy itt is így szólunk a szomszédnak. Nem így szólunk a szomszédnak. Akár lehet így is szólni, csak akkor utána elvisz a tech, tudod? Szomszéd vagy. Nagyon jó. Cset, és kivel lesz találkozó? Egy emberrel, egy informátorral. Információkat szolgáltatok, szivárogtatok, tudod, meg kell élni valamiből. Tudod, Mutter? Kéne a 200 milliótból egy fél most rögtön amúgy. Ha már így vagy. Hát az informátorokat tudod, fizetni kell. 100 milliót fizetsz neki? Dehogy mondom, fél milliót! Hát süket vagy! Úgyhogy megkaptuk a koordinátát, és már mehetünk is. Jó, csak a rendőrségem, hogy még 100 millióról beszéltünk. Hát az nekem, igen, az informátornak fél millió, akkor nekem adsz 99,5 milliót. Jó, számoltam. Igen. Apát ki fog nyírni kettőket. Nem, a fater nem olyan figyeltem. Na, megyünk a koordinátára. Igen, biztos. Ez az ember lehet, hogy ki akar minket nyírni, úgyhogy lehet, hogy kell használnod azt a fegyvert, ami nálad van. Meg vagyunk fenyegetve. Belenyúltam olyan dolgokba, anya, amiben lehet, hogy nem szabadott volna. És sokan a veszemet akarják, tudod? Megint ott találkozunk. Fater az amúgy a szíve mélyen jó ember, csak rosszba vitték, meg mostanában a haverjai a Jézustól kezdve, meg a Márió, van egy olyan haverja, mint a Márió, hát az a csávó anya, ha meglátod, az ki fog borítani a csávó. Nézzük, hogy mit akar a gyömbér. Állítok, megbízást kapott, hogy nyírjon ki. Köszi Tóth Kristóf, dobj egy e-mailt, jár a két dedikáló kártya! Szevasz gyömbér! De ha hangosabban beszélj, mert gyömbér meg nyakon váglak! Kezét csókolom itt a hölgynek, ez kis édes, szép napot! Édesanyukám! Jaj, csak mit mesélek mindjárt! Jaj, történtek dolgok, amíg Láttam az SMS-t, kibírált fel, hogy nyírják ki engem. Emberek engem elkaptak és azt mondták, hogy aggosabban gyömbér, mert semmit nem oldok. Azt kérdezték, hogy ismerek a szívár ruhát, és én válaszolom neki egy határozott igen. Nem hallom. Azt kérték, hogy írjanak ki téged. Mennyit ajánlottak? Mennyi pénzt? Összeget nem mondta, hogy azt mondták, hogy nyitom, hogy nem viszik. Hogy néztek ki? Valaki ki akar nyiratni, cset. Nagy szerencsére. Tehát, hogy engednek is. Hát nem így szerintem, szóval... Hol valaki ne foglalkozjon?
De gyömbér, nem hallok semmit, hangosabban beszélj már! Jó lesz? Hát még mindig nem az igazi. Nem hallom cset. Ez a leghangosabb. Na, ez most már jó így. Ez most már jó? Jó, igen. Megkérdezték, hogy ismerlek, ugye én ezt elmondtam, felbérezek engem, írjalak ki. Igen. Összeget nem mondtak, de azt mondtak, hogy jutalomban részt. Igen. És rájöttem, hogy te meg elárultál engem egy szebben. Muszáj volt. Tudtam, hogy a pörkölt kávésok nem fognak téged bántani. A MANYA! Normális vagy! Bepiáltál! De hallott te a kábítószerre iszó? Te normális vagy? Tényleg? Hát... Elég, igen, kicsit, most jön le a kábítószerre. Aha, látom. Az érdekes. Na, igen, és te mit feletti erre? Azt mondom, hogy ismer. Igen. Elkapod. De én most itt nem akarok téged megölni, mert jó. Köszönöm, gyömbér. Igaz barát vagy, gyömbér. Kik voltak ezek? Mondjad, és elkapom őket. És megszabadítalak tőlük. Öltönös voltak, maszkos is lehetek, és az egyiken volt egy unikornis maszk. Unikornis maszk. Ott lehetett a fő. Unikornis maszk cset. Veszélyben vagy, Mihály, annyit kell tudni. Jó, rendben, köszönöm a figyelmeztetést. Ezért de... csak egy dolgot kérek. Igen. Mondd meg Jézusnak a telefonszáma. Jézus telefonszáma érdekel? Rendben van. Rendben van, adom is. Szólj, ha mondhatom. 333 kötőjel 444 kötőjel 40. Na, gyömbér nem nyírt ki. Gyömbér velünk van, cset, szerintetek? Rendben van, gyömbér. Legyél óvatos, jó? Ha bármi van, akkor szóljál. Nehogy bajba kerüljél. Na, gyere anya, lépünk! Jó, okay. Ajajajaj, figyelj! Néha lazul az ember, akkor abban mi van, érted? Hát azt látom rajtad. Érted, gyömbér? Be vagy állva, mint egy gerebér. Na, majd tumálom. Csá! Csá! Hát, anya, mit adtál te nekem? Kicsit rosszul vagyok, hogy őszinte legyek. Please. Na, jó, rendben van. Na, figyelj, egy unikornis maszkos csávót keresünk. Oké. Okay. A fater... Jézus nem tud róla semmit? Megkérdezem, kimegyünk Jézushoz, jó? Megkérdezzük Jézus, mert az életemre akar törni, meg akar ölni. Veszélyben vagyok, anya, segíts! Az nem jó, segíts. Hát de szana szét vagy már megint minden ez. Én azt hittem, hogy az elvonóró kijött és minden rendben van veled. Nem, hogy ne rendben van. Köszi, Bence. Jó, mondom, ajándékéig nem jövöm. Jó. Csát, akkor a liderek leszünk majd, jó? Ma meg lezárjuk ezt az egészet, hogy mi. Hallott az, hogy apád ilyenekbe is akar utazni. Ilyenbe akar utalni? Hát a mindenbe, amiben pénz van, megfogja. Megfogja a fater. Csak az a helyzet, hogy rossz hatása vannak rá a Jézusék. Nagyon durván. Nagyon-nagyon durván. És félek, hogy rossz, még rosszabb útra teredik. Mert mondom, a szívem én jó ember ő. Csak rossz útra térítik. Na, az a helyzet, fiam, hogy mindig is ilyen dolgunk. Rafael, de ezt honnét tudjuk? Szerintem egy lapákat szól az élet. Ja, de a más live-ból tudod, sajnos bannolnak, mert MD informált. Nem. És leírod nekem csete, hogy nincs ott, akkor nem csatlakozom, nem megyek oda. Köszi, Edwin, a 14 hónapot. Nem, de sűzikeim, hát állandóan csak ezek a üzletedésre. És te mit dolgoztál eddig? Semmit? Ja, kokain csomagoltam. Kokain csomagoltál, értem. És közben rászoktál te is a kokainra.
Hány éves vagy, anya? Hány éves vagy? Most jöttem az 50. Most jöttem az 50-et. Hát látszik, amúgy úgy nézel ki, mint egy 80 éves. Na ne haragudj rá, anya, de ezzel valamit kezdeni kell. Köszi Csabaszka, 4 hónapot. Ezzel valamit kezdeni kell, mert ebben súlyos problémák, egészségügyi problémák lehetnek. Remélem a heroint nem lövöd. Nem, az soha. Jó. Csak opium. Hát ez fantasztikus. Intravénás van? Megkedje valamit! Akkor nem az anyám. Intravénáson nyomod? Persze, persze. Mi az, hogy persze, persze, mint ez normális lenne? Hát de, hogyha te rögtön rászol, de az arra nincs leállás a herkáról, érted? Köszi, drákál a hatalapot. Egyszer belőled, azt vége van, az nem embernek való. Az az érzés. De hogy mondta egy nekem apáz után, én is valami főzőzést csinál itt a városban. Rám mondott semmit. Mit csinál? Valamit főz itt a városban. De ki csoda? Jézus főzve a várom, na menjek meg Jézusnak. Nem tudom, hogy van egy titkos szobám, hogy Jézusnak beszeretnék jutni, de... Pillanat, telefonálnak. Cső. Tiszteletem, hadnagy. Ja, hadnagy, úgy beszélsz. Nem tudom, én csak úgy mondtam valamit. Mi a helyzet? Minden oké, Benád. Itt miért rúgtak ki rendőrségről? Mi között? Hát te leírtad nekem, mondod, ha megkérdezem. Hát, na, hogy találkozunk, akkor elmondom. Jó. Küldj egy koordinát, és 10 perc múlva ott vagyok, jó? Persze, még szerinted várok rád, nem? Küldjél majd te koordinátat, ha ráérsz, nem? Majd még várok, nem? 10 percedből lesz 20. Ismerlek már, jó gyerek. Jó, rendben. Na, majd küldjed, jó? Oké. Okay. Na, szervasz. Ahhoz, de mondom, de legyesztő egy kicsit. Szia, hallod? De be vagy már megint minden ez lesz. Nem hiszem el. Mi van, ha meghalsz itt előttem? De hogy nem lesz. Visszaesett a hegyen! Miért nem laktak ide egy nyelvetbe? Hihetetlen. Tényleg, Hunorkos kirúgták a rendőrségről, azt mondja. Lehet, hogy zárva van. Nagy franc ez a Jézus. Köszi, Hunor, a 8 hónapot! Az a baj, hogy valahogy be kéne jutnunk ide a hátsó részhez. Nézd, itt kéne bejutnunk. Múltkor voltam már itt, de itt van egy olyan hely, ahol be kéne jutni valahogy. Megnézem a hát. Nem, mennék nyilván. Melyek? Sziasztok! Kéne kulcsot szerezni. Ó, ott van egy ember. Ott van fönt egy ember, figyelj! Figyelj. Én látom. Ó, tehát kiszúrja a szemedet, nézzük meg, hogy mit állott. Hát, ha tud valamit. Óvatosan, mert ezek veszélyes emberek. Várj, mert nem tartásad. Nyomja a következőt! Háló, srácok! Háló, srácok! Háló, sziasztok, srácok! Ő az édesanyukám, úgyhogy ne bántsátok. Viselkedjetek vele szépen, légy szíves. Jó. Tiszteletem, hölgyem. Jézus, itt van, srácok, nincs? Mindjárt jön. De mit akarsz? Hát akarok valamit kérdezni tőle, az a helyzet, hogy veszélyben vagyok, és kellene egy kicsit a segítsége. Jól van? Jól van, csak kicsit. Szerzelek kicsit. Köszi, Reo, jól vagyunk, köszi szépen. Hát, kicsit megviselt a dolog. Kocsit rak már össze nekem. Mikor jön a Jézus? Nem maga itt új, mert még nem találkoztunk.
Jó napot, együtt vagyunk amúgy, hello. Jó napot. Nem neked köszöntem. Na, igen, ha... új vagyok. Új? Ja. Rendben ja. van, rendben van. Fater már találkozott vele? Még nem. Nem? Jó. De ez nem az az ajtókulcs. Ez nem az az ajtókulcs. Hallod, Misi? Ki tudod nyitni a... Nézd, büdös. Hát vagyok el, hogy kicsit büdös. Elvizet. Igen, rádik a... Jóban, de ne... kigúnyoltad édesanyámat? Nem. Kirőgted édesanyámat? Nem gúnyolja el. Figyelj már, figyelj. Látod rögtön? Nem gúnyolja el. Előle. Na, anya, nyugi, anya, nyugi. De kábítószerem, de nem kéne azt a fegyvert használni, komolyan mondom. Én is tudok fegyvert elővenni. Jó, belnézem, hogy itt van az ajtó. Ez nyitva van szerintem? Oppa, kerja, az az iroda, azt hittem, hogy nyitva van. Nem tudunk bemenni, látjátok, ez nem az az ajtókulcs. Pedig ide be kellene nekem menni. Te mit akarsz? Mert megnéztem, hogy nyitva van-e. Basz mi? Hm? Hát meg akartam nézni. Az Jézusnak a privát hely. Te is tudod, jó? Pillanat, telefonálok. Igen, te a sípőből segítetek. Ha mondtad, hogy hívjalak, ha ráérek. Ja, igen. Elfelejtettem, hogy te vagy az igen. Ha mondtad, hogy hívjalak, ha van idő. Jó, van, na. Igen, kihívtál, és most van időd akkor? Ja, most olyan, itt ők Jézusnál, beszélek vele pár szót, aztán találkoztatunk, persze. Azt mondtam, akkor hívja, hogyha van idő. Micsoda? Azt mondtam, akkor hívja, hogyha van idő. Ja, azt hittem, hogy a telefonálásra van a idő. Van ilyenem. Jó, hát fél, rosszul fogalmazó. Az neked meg fogad sincs, fogalmaz is a tudsz. Na. Jó, hívlak, ha van idő. Jó, van. Cső. Na, menjél, szevasz. Jézusnak akkor ezek szerint van egy frakciója, mert megkaptuk azt a... Nem, mert most már ő jön. Durva ez a frakció. Figyeljetek, megkérdezlek titeket is. Ez hihetetlen. De anya, ne adjál neki kábítószert, nem tudok viselkedni. Na, szóval valami unikornis maszkos csávót ismertek? Csá! A liderek leszünk a rendőrségnél, ezt ma fogjuk lezárni. Jó, végre. Az a Jézus jó. Végre megjött a Jézus. A liderek leszünk ma. Ki fogunk szállni. Jaj, bocsánat. Az igen, az a Jézus jó vagy a dolga, nem? Az azért komoly, nem? Az Jézus, jó az megy. Jó megy neki, nem? Jó megy neki. Van pénze. Hát ez nagyon jó. Köszi, Oreo a háromra már lejt. Csá, Jézus! Nem tudunk beszélni négy szem közt, Jézus? Tag vagy, Dominik. Igen, nyertél a tagságot. Jézus, itt vagy? Igen. Tudunk beszélni négy szem közt? Négy szem közt? Várjál, hát ki az a hölgyem én? Anyukám, édesanyukám, ma utazott a városba. Kiski, a dicsókolom, dicsértessék. Szép papúr. Hát ott fiam, így kellett neked is állnod. Az igen. Azt ugye tudja, hogy maga a pót, mamám. Igen, hallottam róla. Hallottam. Őrlendek. Úgyhogy na, lehet, hogy járőr is lesz, itt a mostortesommal. Nem. Gyere Jézus, van egy fontos kérdésem. Megrogoztatott a pótanyukád. Nem hagyom ott a rendőrséget. Alli, de leszek a rendőrségem. Fia Jézus, a segítségre van szükségem. Az életemre törtek, meg akarnak gyilkolni. Kicsoda. Valami öltönyösök és a főnök a unikornis maszkos. Tudsz bármi információt róla? Önök unikornis maszkos. Öltönyösök, igen. Fekete öltönyös. Igen. Nem ilyen akcentussal beszélik a magyar? Én nem tudom, ennyi információ.